Kérem Önöket, hogy a Vecsési Hagyományőrző Zene Egyesület fuvorzenekarának kíséretével énekeljük el közösen nemzeti himnuszunkat. Szeretettel a gróf Andrássy Gyula általános iskola diákjainak irodalmi műsorát. Lecsendesült, és szabadságát lendítem. Tekints ránk, tekints szabadság. Ismerd meg most a népedet. Midő más könnyet sem mer adni, mi vére áldozunk neked. Vagy kell-e még több, hogy állásod ne érdemetlen szálljon rád? E hűtlen korban, mi utolsó, egyetlen híveid valánk. A föld alól, a magyar föld alól, a vértanúk szent lelke föld alól. E nagy napon, hol emlék s békelen, a búzsbitókra hittel nézzetek. Hittel, reménnyel, mert most kér a nap, minden napoknál szebb és szabadabb. A nap, melyet mi vérben esve el, nyugodtan haltunk a ma reggelen. Szemünk nem látta, lelkünk látta csak, hisz onnan jönnek mind e sugarak. Hisz onnan árad új világ felett, szent háromságunk, mely jövőt teremt. Szabadság minden népnek, aki él, s halni tudott egy megváltó hitér. Egyenlőség, hogy ember ne legyen, mások szabad prédája, becstelen. Testvériség, mely átvilágokon, kész fog a kézbe, hisz mind-mind rokon. Ó, magyarok, ti élő magyarok! A halhatatlan élet úgy ragyog rátok, ha az egekbe lobogon, igazság leng a lobogótokon. Az igazság, mely tegnap még halott, világbírájaként ma feltámadott. A népek szent szövetségébe ti, úgy léketek, mint Kossuth népei. A föld alól, a magyar föld alól, a vértanúk szent lelke így terül. Kerestem, s megtaláltam a helyet. Már égre nem törtek nagy vonalak, csak áldozati illat lebegett. Körül vasrács, és belül puszta gyep, de a gyep közgyöngy virág levelek.
s a levelek közt egy-egy karcsú szár, hogy mennyit nőtt, én nem számláltam meg, csak hittel hiszem éppen 13, s 13 gyöngy minden karcsú száron. Hát ennyi maradt, túl szobron és időn, ércem márványon, merev méltóságom, új viharon, új vértanú halálon. 13 gyöngy, 13 száron. Aulik Lajos. Császári tiszt volt a Sándor gyalogezred alezredese. 1848-ban honvédezredes, 1849-től tábornok. Görgei híve volt. 1849. július 14-től augusztus 11-ig az ország hadügyminisztereként tevékenykedett. Damjanics János, szerb határőr családból származott, 1848 nyarán csatlakozott a Magyar Honvédséghez. A délvidéki sikeres harcok után tábornokká nevezték ki. Legendás Sávár csapataival nagy sikereket ért el a tavaszi hadjárat során, győzelmeit, katonai tudása és személyes bátorsága révén alatta. Dezsőfi Arisztid. Középbirtokos nemes, 1839-ig a császári hadseregben szolgált. 1848-ban a Sáros vármegyei nemzetőrség tagja, alezredes, majd ezredes lett. 1849-ben tábornokká nevezték ki. A temesvári csata után hadosztályát Törökföldre akarta átvezetni, de Karánsebesnél Liechtenstein osztrák altábornagy rábeszélésére letette a fegyvert. Kis Ernő. Császári tiszt volt a Hannover huszárezred ezredese. 1848 nyarán már a magyar kormánynak ajánlotta fel szolgálatait. 1848. október 12-én tábornokká és a bánsági sereg főparancsnokává nevezték ki. 1848. december 22-én altábornaggyá, 1849. január 9-én országos főhadiparancsnokká léptették elő. Mézics Károly. A császári sereg tisztje volt. 1848-ban századosként részt vett a délvidéki harcokban. 1849 márciusától a tavaszi hadjáratban a fősereg ezredesi rangú dandárparancsnoka volt. A Peredi csata után Görgei leváltatta, ekkor Kossuth a felsőtiszai tartalékhadtest parancsnokává nevezte ki. Leonard György volt császári tiszt, majd 1848-ban a 3. Honvéd zászlói parancsnoka. 1848. októberében ezredes hadfelszerelési és fegyverkezési felügyelő lett. 1849. januárjától a nagyváradi fegyvergyár vezetője, a szabadságharc hadi iparának irányítója volt. Nevéhez tűződik a katonai események miatt kormány költöztetésének megszervezése is. 1849. február 7-én tábornokká nevezték ki. Lázár Vilmos volt császári tiszt, 1848-ban százados, 1849. februárjától őrnagy, majd az északi hadsereg dandár parancsnoka. Ezredesi rangját Bem tábornoktól kapta. 1849 nyarától vett részt a harcokban, mivel addig korábbi betegséget megakadályozta ebben. Leningen Westerburg Károly. A magyar szabadságharc német származású honvéd tábornoka, előbb császári tiszt volt, majd az 1848-as harcok idején Damjanics parancsnoksága alatt szolgált, minden hadműveletében részt vett.
személyes bátorságával, vitességével mindenütt közepben kitűnt. Nagy Sándor József 1823-tól a császári hadseregben szolgált. 1844-ben huszárkapitánként a Múltugalomban. 1848-ban a magyar kormány szolgálatába állt, őrnaggyá nevezték ki. A szolnoki, tápió, bicskei, isaszegi és váci csaták követően tábornokká léptették elő. Augusztus 9-én Aradra ment a serege maradványaival, és Líkkel készült megütközni, de Görgely ebben megakadályozta. Pertemberg Ernő, császári tiszt, a kapitány volt a Sándor huszároknál. 1848 nyarán ezredével együtt Magyarországra helyezték, ahol a magyar szabadságharc ügye mellé áll. Vitézségével kitűnt a kápolnai csatában, majd 1849 áprilisában ezredet. Június 2-án pedig tábornok lett. Görgelyi bizalmasaként ő közvetítette a cári hadseregben folytatott tárgyalásokat a fegyverletétellel. Sárdán József, császári tiszt volt a Sándor huszároknál. Ezredét a forradalom kitörése után Bécsből hazavezette. 1848. októberében tábornok lett, Buda visszafoglalása után Pest hadiparancsnoka. A forradalom bukását követően letartóztatták. Felesége könyörgésére a kötél általi halálos ítéletet golyó általi kivégzésre változtatták. Török Ignác. Az 1848-49-es szabadságharc alatt Komárom erődítési munkáit irányította, és 1849 márciusáig ő volt a várparancsnoka. Júliustól Budán, júliustól pedig Szegeden erődítési munkákon dolgozott. A Honvédség hadműnöki karának először helyettes vezetője, júliustól pedig főparancsnoka lett. 1849-ben nevezték ki tábornokká. Vécsei Károly, őrnagyi rangú császári tisztként 1848 nyarán a magyar kormánynak ajánlotta föl szolgálatait. 1848. decemberétől tábornok, 1849-ben a nagyváradi várparancsnoka lett. A világosi fegyverletétel idején még Temesvárt ostromolta, majd ő is letette a fegyvert a cári csapatok előtt. Batthyány Lajos, Magyarország első miniszterelnökeként tiszta szívvel dolgozott hazája felemelkedéséért, politikai hitvallása, az alkotmányos alapelvek tiszteletben tartásán nyugodott. Windisch Grétz már 1842. januárjában elfogadta a több éves válfogságot, módosították a megalázó kötél általi halálra. Egy kisméretű kőrez öngyilkosságot kísérelt meg, s így golyó által végezték ki Pesten. Halálának helyén örök mécses emlékeztet rá, és földi vértemet. A 15. gyártya a magyar nemzet összes méltatlanul és büntelenül meghúzott áldozatáért vértanul járjuk. Égjen a honfoglalástól napjainkig. Lehullott a rezgő nyáka. Nem ezű színű most a levele. Feketén hull a fákról a levő, s a föld, amelyre hull, kemény, mint a koporsó fedele. Hallottátok, így szól a rendelet. Gyászolni nem merjen ma senki se. Senki nem merjen ülni ünnepet. Mert a nép, melynek a nap, ünnepe volt, csak volt. Halottnak hallgatás, de a hamu alatt valahol mélyen izzik a parázs. Amennyi könnyen a szemekben, újon ki lassan termetekben, és elsírva mindkezd újra még, siratni őket nincs elég. Nő, könnyei peregjenek, mint szerte hulló gyöngyszemek, és a férfi szív zord, mint a kő, olvadj, ne szégyeld, könny elő, légy forrás szívből szökkenő. Újon ki mindjárt árjaként, amennyi könnyen a szemekben. Ahány fohár szív ember ajka, a legnemesebbet felsóhajtja, mint tusánzó szívterem,
mikor szent búja végtelen. Fohász a mélyek mélyéből. Értünk szakadjon, égre föld, Istent, ha alszik verre fel. A gyás iszony regélyvel, vihargyanán zokogj el, e nap sötét történetét, ahány fohász szűr ember alka. Ahány virágot kézletéphet, még hervadatlan, ifjabb épek, díszíteni halált vele, jövvel tegyük kövük hele. Mosolygó szép menyasszony, ad mirtusból font koszorúdat, oltára fűzött kis virág, jel méltóbb helyedre, fonnad el, kilenc bitó talapzatát. Itt haltak, itt, e helyre vidd, ahány virágot kézletéphet. Szabadságharcunk letűnt napvilága, te vakító nap a század elén. Nem pazaroltad sugarát hiába, bár vaksötétbe halt az égi fény. Eszméiden nem győzött az enyészet, örökbe hagytad halhatatlan részed. Fényeddel fénytint késő századokra, a 13 vértanú alapja. Sők élni fognak, élni mindörökkön. Szent lesz örökké, szent a sírgödön. Amíg az eszmény ki nem hal a földön, míg magyar szellem még magasba tör. Az igét, melyel életét áldozának, szívébe írták az egész hazának. Utódtól fogja hű utód tanulni, hogyan kell élni, s hogy lehet meghalni. Felkérem Saska Istvánné képviselőasszonyt, tartsa meg megemlékező beszédét. Tisztelt emlékező közönség, kedves vendégeim! Emlékezni jöttünk össze ezen az őszi napon. Emlékezni a magyar Golgotára, Aradra, a 161 évvel ezelőtt Aradon kivégzett 13 vértanúra. Az 1848-49-es szabadságharc végét jelentő világosi fegyverletétel után a császári haditörvényszék ítélete alapján Aradon, mint említettem, kivégezték a szabadságharc 12 tábornokát és egy ezredesét,
akik ugyan nem az osztrák császár csapata, hanem az oroszok előtt tették le a fegyvert, Pesten pedig Magyarország volt törvényes miniszterelnökét. Az osztrák Schwarzenberg miniszterelnök utasítására, Ferenc József jóváhagyásával állították hadbíróság elé, majd halálra ítélték a főtiszteket. A hadbíróságokat Karl Ernst hadbíró vezette, az ítéleteket pedig a Magyarországon telt hatalommal rendelkező Hajnau erősítette meg. Bár a műsorban elhangzottak a kivégzettek nevei, engedjék meg, hogy megismételjem őket. Aulik Lajos, Damjanics János, Dezsefi Ariszti, Kis Ernő, Knézics Károly, Lakner György, Lázár Vilmos, Leninger Westerburg Károly, Nagy Sándor József, Pöltenberg Ernő, Schweitel József, Török Ignác és Vécsei Károly. Október 6-án nem csak Aradon, hanem Pesten is volt kivégzés. Itt végezték ki gróf Batthyány Lajos miniszterelnököt. Az aradi kivégzésekkel nem ért véget a megtorlás. Ezreket soroztak be és vittek külföldre, százakat börtönöztek be, majd 1851. szeptember 22-én Pesten jelképesen felakasztották a szabadságharc jelen nem lévő vezetőit, többek között Vecsés Andrássy terep névadóját, gróf Andrássy Gyulát. Ő a szép akasztott ember. A kivégzések után fennmaradt egy Ferenc Józsefre és családjára mondott átok, amely úgy hangzik, mint egy profécia. Ég és pokol pusztítsa el boldogságát. Minden nemzetsége vesszen ki a föld színéről. Őt magát azokban verje meg az Isten, akik legközelebb álltak a szívéhez. Az élete csak rombolás legyen, s gyermekei nyomorultul pusztuljanak el. Az átok mellett még egy babonás jövendőlés forgott közszájon ebben az időben, Ferenc Józseffel kapcsolatban. Azt tartották, hogy a császár familiájának 13 áldozattal kell bűnhődnie az aradi vértanukért. Aki nem hisz a jóslatokban és az átkokban, azt is bizonyára elgondolkodtatja, hogy mit mért a sors későbbiekben az uralkodóra és családjára. Ezek után következzen a jövendőlésben megjósolt csapások következzenek. Ferenc József első gyermeke, Zsófia, alig múlt egy éves, meghalt. Sógornője Charlotte, mexikói császárnő 1867-ben megőrült. Alig két héttel később Habsburg Matild főhercegné tűzhalál áldozata lett. Újabb két hétbe sem telt, agyonlőtték Ferenc József öcsét, Miksa császár. 1889. január 30-án Rudolf trónörökös, a császár fia, öngyilkos lett. 1891-ben eltűnt, a rangjáról lemondott Habsburg, aki az Orth nevet vette fel. Lovas baleset áldozata lett Vilmos Ferenc Károly főherceg. Vadász balesetben elhalálozott Ferenc József unokatestvére László főherceg. Tűzvész áldozata lett Zsófia főhercegnő, Ferenc József sógornője. 1898. szeptember 10-én Genfben meggyilkolták Ferenc József feleségét, a magyarok rajongásig szeretett Erzsébetét, Sziszilyét. Mérgezésben meghalt Klotild főhercegnő. Szarajevóban meggyilkolták Ferenc Ferdinándot, a trónörökös és feleségét Zsófiát. Az átok és jövendőlés beteljesedett. Ezek mind tragédiák, de ezek csak egy családot érintettek. Ami Aradon történt, az egy nagy családot, Magyarországot és annak népét érintette. Az aradi 13 vértanú önfeláldozó hazaszeretete legyen példa előttünk.
Legyen példa, hogy nehéz viszonyok között is meg lehet, és meg kell tartani a törvények tiszteletét, és a haza önzetlen szeretetét. Soha ne feledjük azokat a hősöket, akik a legdrágábbat, életüket adták Magyarországért és a magyar népért. Köszönöm, hogy meghallgattak. A koszorúzás következik. Telep intézményei és a Becsési Sarkovics Antal német nemzetiségi és két nyelvű általános iskola és falusi nemzetiségi óvoda. Thank you.
téli szolgálat. Becsési egészségügy. Róderinde cserkész csapat. Előre nem jelezte, de szeretné elhelyezni a megemlékezés virágát.